Sziasztok, ez itt újra egy újabb Fingamer adás, hozzá a filmtár rovatba, egy újabb beszélgetés, azután egy speciális alkalomról, ami szeptember 11-én egy kultikmoziban, így a Pécsi kultikmoziban örvendeztetett meg minket, meg a legtöbb Terminátor rajongót, ugye vetítették a Terminátor 1-et és a 2-t egymás után felújítva, illetve a 2-t a 3D-be is, és hát ezúttal is Hobby TV főszerkesztőjével és adatével, Gergővel volt szerencsém ugye megnézni a filmeket. Köszöntöm újra Gergőt, hello! Hello, szia! Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Hát hello, és akkor hát mit gondolsz először előzetesen is, hogy hát mennyik sorjába értem szóra, hogy a Terminátor 1-nél ott mennyi nézőt vártál, mert te láttad már korábban ugye még a egy éve, amikor előtték bemutatták felújítva, hogy ahhoz képest többen voltak, nagyobb volt az érdeklődés, vagy nem annyira? Hát többen, tehát mindenképpen többen. Egy éve volt ugye leadva először, hát gondolom országszerte, tehát nyilván akit érdekelt, az megnézte. Hát ugye itt volt Pécsen akkor egy bazi nagy vihar, és egyébként az az ironikus, hogy pont pénteken lett volna az első vetítés, amire mentem volna a haverommal, és akkor csapott be a villám pont a moziba, és kicsapott mindent, úgyhogy csak a másodikra tudtunk elmenni. De ott több vetítés is volt akkor egy éve? Kettő lett volna, csak ugye a péntek esti az pont emiatt elmaradt sajnos. Úgyhogy az lett az egészből, hogy a következő szerdán vagy csütörtökön lett megtartva maga a vetítés, és új mozigép volt, vagy vetítőgép volt, ami sajnos nem volt olyan jó, úgyhogy azt mondom, hogy minőségben a képet nem látszott rajta, hogy nem az igazi, és hát ugye ezen ráadásul még az első alkalommal a Film Pluszon is hallható csodás újra szinkron volt rajta, ami ja. Hát ilyen csak sértés volt, tehát mind úgy arra, hogy gyakorlatilag olyan volt, mint egy több emberes hangalámondás. A másik meg az, hogy egyébként borzasztó rossz volt a minősége is, tehát mindenki egy kicsit meg volt rökönyödve, és ráadásul amikor megkérdeztük, mindenhol azt mondták, hogy felirattal fog menni, és akkor elég fura volt, amikor magyarul szólalt meg. Nem mintha jól ez baj lett volna. Szóval egyébként azon körülbelül 10 vagy 20 voltunk. De hát gondolom, hogy ez annak is az eredménye, hogy sokan gondolták, hogy erre nem fizetnek inkább így be. Nem mondom, hogy igazuk volt, mert egyébként az élményfaktor az megvolt, tehát mi nagyon nagy széles mosolyal és örömmel jöttünk ki a moziból akkor is. Úgyhogy főleg úgy, hogy nagyon kevesen voltunk, úgyhogy tényleg milyen volt az egész tér. Óriás házi volt, ilyen. Én nem csalódtam abba se egyébként, tehát nekem jó volt. De hát itt most az újban azért tényleg a hang is sokkal jobb volt, meg hát ugye az a régi szinkront adták. És ott a kép az, ami főleg az orbitális fejlődésen ment keresztül. Jó, nem volt olyan jó, mint a később a kettőnél, de nagyon jó volt azért. Tehát jó volt ahhoz képest, mint amit mi is azért gondoltuk, hogy elmegyünk még egyszer, mert egyrészt jó így egymás után, meg hát ugyanúgy mi is szeretjük az egyet is. Sokan ugye nem, de erről majd talán egy picit később, hogy mi is gondoltuk, hogy elmegyünk rá, meg hát akkor ugye te is. És jobb volt, tehát azon kívül, hogy volt egy-két akadás, meg egyébként az elején 4-3-asba kezdték el adni, és ugye levágták a képet. Igen, azt nem értettem én is elsőre. De hát az valószínű ilyen hiba volt egyébként, még annól a Die Hard-ot is így kezdték, hogy a végén az elején nagyon rossz volt a kép, de aztán hamar vissza. Meg a 10 percenként ilyen fekete volt. Jó, ja, hát az szerintem valami más probléma volt. De aztán az abban hagyódott ugye a felén. Annak örültem, hogy egy kulturált, tehát hogy az eredeti szinkron sikerült elővakarni, annak már kevésbé, hogy annyira főtekerték a hangerőt, ja. Hogy kicsit már néhol nagyon torz volt, de egyébként nem panaszkodok. Tehát jó, megértem még egyszer. Igen, hát egyszer meg is ijedtél, annyira hangos volt egy hirtelen hang. Nem is, hogy inkább zavar. Tehát az, hogy így tudod, de tehát azért ezek nem olyan csúcsminőségű szinkronok, úgyhogy inkább zavar. Ja. De egyébként az élmény az másodszor is abszolút megvolt. És most azért a fele az majdnem tele volt, nem? Jóval többen. Nem voltunk ott nagyon sokan, de jóval többen hát voltunk. Hát mondom, múltkor kb. 10 vagy 20-an lehetünk az egész moziba, tehát. Ja, és jöttek az új generáció tagja is, ugye gyerekekkel jöttek a szülők, mondjuk 18-as filmre. Ilyen is volt. Ott mellettem ült, ezt ott te láttad, de ja, nem láttad a sötét volt. Nem arra figyeltem, hát persze. Na hát én csak az elején, ez elején vettem észre, hogy én is film közben nem néztem, de az elején észrevettem, hogy ott van a papa, ott van mellette a fia, és annak a kis max 10 éves, kár körülbelül, mint ugye a Connor, John Connor. Hát ez minden esetre érdekes. Akkor 18-as filmet, érted? Nem lettem észre, de elég érdekes. És mind a kettőt megnézték, mert utána láttam a kettő után is őket, csak akkor más helyen voltak, nem tudom, hogy átjutek valóban. Hát gondolom lefoglalták előttük, mert a kettőre ügyesen kellett. Igen. De egyébként vigyázzatok, mert nekem elvitték a
Kólámat, én ott hagytam, ugye, hát gondoltam, hogy egymás után van, akkor ugye mi ugyanúgy is van rattunk, de hát gondolom, akkor nem nézték meg az ülőhelyeket. Szép. Ott hagytam, és akkor elvitték. Azért azt egyébként tegyük hozzá, hogy nagy fejetlenség volt. Tehát a az második igaz. Előtt akkora sor volt, hogy be se az igaz. A moziba, úgyhogy nagy fejetlenség na, volt. Nagy részét már megittem elvileg, vagy a felét, de hát akkor is. Ja, hát az majdnem tele volt, nem? Vagy tele is volt talán? Most nem is tudom. Nem, ott látom, hogy a legrosszabb helyek ott elől nem voltak elfoglalva. Hát az nem, nem szokott láttam. Várható volt, hát meg tudod, ezt itt egyszer adják le, és tényleg azt mondom, hogy ez tényleg azt mondom, hogy szerintem aki tudott és akart, az nagyjából mindenki ott volt, de ezt bűnhet volna kiadni, ahogy akkor is mondtuk, ahogy kiléptünk a moziból, hogy hát, még az egyen is sokat nevettünk egyébként a nagy szlogeneken, meg a... Igen, ezt egy életre szóló büntény lett volna egyébként nekünk kiadni, tehát én mindenképpen azt mondom, ez egy nagy élmény volt. És tényleg örülök, és egyébként ugye azt még hadd tegyem hozzá, hogy mivel tudjuk, hogy a Pannonia Entertainment ugye már nem nagyon forgalmaz vidéken, mert nagyon nincsen bevétel, tehát tényleg hatalmas köszönet, hogy ettől remélték a bevételt, és legalább egyszer lehozták ide is. Mert ugye rengeteg filmről már lecsúsztunk amiatt, hogy vidéken... Igen, mondták, hogy álltak az Indiana Jones az volt Pesten, az egy. Azt nem tudom, azt itt nekem egyszer azt mondták, mert én arra még vettem is jegyet, aztán ugye szóltak, hogy levették igen, a műsorokból. Nekem itt azt mondták, hogy már emiatt, hogy a forgalmazó ide már nem forgalmazza. Hát úgy tudom, hogy Pesten volt egy-két helyen, de vidékre nem vitték, úgyhogy... És egyébként érdekes, hogy például sokan ugye azzal magyarázták, hogy ha azért, mert nem szinkronnal megy, a szinkronnal ment volna. Tehát végképp nem értem, ja, hát a Die Hard volt még, de az felirattal ment, ez meg gondolom azért nem jöttem. Felirattal ott sokantól is voltak háborodva, egyébként szerintem az is baromi nagy élmény volt, és mondjuk aki meg azt az RTL klubos vacak szinkront akarja nézni, ez valaki jól vele, most bocsánat, de... Erre azt mondom, hogy aki azt a félrefordított, rózsaszínpólósított szinkront akarja hallgatni, hát azt csinálja. Most, ja, a Dörneres? Nem tudom, azt megszoktam mondjuk a de figyelj most, aki hallotta legalább egyszer a Die Hardot, az két dolgot figyel meg, az, hogy körülbelül a mondatok háromnegyede totálisan félre van fordítva, ja, és az, hogy ugyanúgy, mint amit egyszer a TV2 elkövetett a 48 órában, hogy majdnem minden egyes káromkodást kivettek, és ilyen puhánnyát tettek. Élvezhetetlen. Ha először megnézi valaki a Die Hardot angolul, én garantálom, hogy az utó csak úgy fogja nézni. De mondjuk a sok film így van, de mondjuk itt a Terminátornál azért itt az eredeti, ez nem olyan jó, mert azért valljuk be, hogy a Schwarzi az nem egy olyan, akkor még nem egy nagy színész. Igen, az egyik se olyan jó szerintem, de a kettő persze. Nagyon jó. Amellett kiállok, hogy a kettőnek egy nagyon jó szinkronja lett. Hát az mesteri volt. Érezni, és ott már ugye az újat kaptuk, vagy a na, bocsánat, a régi nem, kaptuk. Nem, ez a régi volt, az a 91. Csak ugye ez technikailag már jobb volt, meg újabb volt, tehát... Igen. Nem is volt olyan hangos, azt hiszem, az igen, nem. Nem, hát az tisztán szólt, tehát az, jó, volt benne egy-két hanghiba, de hát ez már nyilván egy-kettő volt, de... Ne rúgjuk föl, ettől függetlenül nagyon erősen és nagyon tisztán is szólt, úgyhogy én nekem semmi kifogásom nem volt ellene. És ugye azt mondom, 2K-ba mentek, ugye? Legalábbis a kettő az biztos, az két... Én nem 4K-s volt, igen, tehát a 3D volt az újítás, de egyébként így is nagyon szép volt. Tehát így is azt mondja, hogy a képén tűres. Is ja. Csak ámulni lehetett a képén, mert baromi gyönyörűen nézett ki, és hát a 3D-re azt mondom, hogy én féltem egy kicsit tőle, én... Nem vagyok egy olyan nagy 3D párti, és amikor mondták, akkor kicsit féltem, hogy mi a francot akarnak ezzel. Hát én is azt mondom, mint ahogy sokan, hogy szerintem nem sokat adott hozzá, viszont amiért le kell hajtanom a kalapomat, az, hogy nem is vett el belőle semmit. Tehát, igen, nem volt zavaró ilyen szempontból. Én meg tudtam volna lenni nélküle is, de azt mondom, ha van, akkor szerintem egyáltalán nem vett el semmit az élményből. Egyszer-kétszer lehetett mondjuk azon a nagy lövöldözésen például lehetett látni, tehát az tényleg ilyen nagyon finoman kijött. Már melyiknél az autópályás? Vagy a... Hát nem is azon, hanem amikor ugye előjött az a rendőröket én fogadom című jelenet, amikor a kis kézi ágyúval... Ja, igen. Akkor előtte, igen. Ott vexilánkuk egy kicsit. Az jó volt, jó. Tényleg azt mondom, hogy ilyen nagyon finoman azért érződött 1-2-3D, de mondjuk nem lehet összehasonlítani nyilván olyannal, mint egy Star Wars, ahol mondjuk a csillagromboló kijön a fejed fölé, tehát nyilván azért ilyeneket ne várjunk. Persze. Mert inkább csak a mélység, ugye az határóta szereti is a Cameron. Mélység az érzet, azt akarja még inkább. Most tényleg nem menjünk bele, hogy a Cameron hogyan fejlődött, mert nem feltétlenül rossz irányba, csak erre el lehetne beszélni. Persze. Egyébként két apró dolgot változtatott a kettőbe, azt nem tudom, hallottad részletten a filmben. Az egyik, hogy amikor üldözik az elején, az is ugye jó jelenet,
motorral a Schwarz, motorral meg menekül a kis srác, a John Connor, oda ez a T-1000-es elő, és akkor ott volt egy olyan hiba, én észre sem vettem, hogy állítólag nem tört be, azt hiszem, nem volt betörve az üveg, amikor közelre mutatták a T-1000-es, ahogy vezeti, és akkor itt most betörték, tudod. Hát az konkrétan úgy volt, hogy amikor a kamion földet ért, akkor kiesett a komplett célvédő, és utána a következő jelenetben ott volt. Tehát most ilyen hibák egyébként bárhol előfordulnak. Azt kiavította meg az autós üldözésnél, az autópályán, ott volt még azt, ami hasonló. És akkor ezeket hát, tudom, ezek vagy a helikopterrel, most nem tudom, valamelyik a kettő. Ez már nekem ilyen szőrszálasogatás, tehát most figyelj, ilyen hibát, mint a kamionos hibát, ilyet bármelyik filmbe fogsz találni. Persze, de mondom, azt kijavította idézőjelben most erre a verzióra. Ha kocsikat dobálsz, az nyilván nem olyan exakt dolog, hogy most meg tudod mondani, hogy mi merre felé fog elhajolni, úgyhogy hát, ettől függetlenül a jelenet nem veszít az erejéből. És hát tényleg annyira részletes volt, hogy ott az elején is a bárnál a tetkókat mondta, azt észrevettek. Ez nem is figyeltünk, hogy jaj, tetkó, az a pasas. Figyelj, eddig gyakorlatilag a bérollos és a Miraxos DVD kiadásokat érhetted el, tehát most azokon ürülsz, hogyha a bazi nagy pixeleken élvezhetően látod a filmet egyáltalán, és a tévében is ugyanezeket adták, úgyhogy nem nagyon volt. Egyébként tényleg az, amit most nem is tudom már hol olvastam, de tényleg az, hogy nagyon nagy hiány volt, tehát mind a piacon is ez a film egy kulturált kiadásban, mind pedig gyakorlatilag az is, hogy a moziba ennek el kellett kerülni, tehát most nem is tudom, hogy 14-ben vagy 15-ben kezdték el ezt, hogy régi filmeket csurgatnak a moziba, tehát ezt szerintem előbb is lehetett. Igen, nyilván persze. Egy dolog, hogy ez nagy hiány volt már mind a két oldalon. Ez a volt még a hegylakó is, csak azt hiszem az sem volt itthon, vagy nem tudom, most már hittem. De a külföldön volt ilyen most, amikor 30 éves volt tavaly. Jó, hogy de, az Magyarországon sem. Méghozzá felújítva, tehát az is így 2 vagy 4, aki 4K, egyébként el is a T2 4K-ba megy ként, csak megérzem. Hát jó, Amerikába. Hát most ez meg. De hát ezt mi nem tudjuk. Azt tudom, hogy itt a Die Hard ment például 4K-ba, de azon meg is tényleg? Látszott. Az egy? Igen, 4K-s volt, de azon meglátszott. Az igen. Jól nézett ki. Durva. Akkor lehet, hogy érdemes azt mondani nekem is megnézni. Á, de... kár, hogy kihagytad egyébként, azt is kétszer adták, de az első alkalommal 11-en voltunk, azt össze is számoltuk. És rengetegen jöttek be, hát én magam, mint egy filmes ember, tehát én baromira sajnálom, amikor valaki azért megy el, mert felirattal van, és legalább 10-20-an jöttek úgy be, hogy megkérdezték, hogy feliratos, jó, akkor hazamegyek. Tehát nem tudom. Nem akarok én ebbe a felirat vs. szinkron vitába belemenni, nyilván mindenkinek megvan a maga véleménye a dolgokról, ez teljesen természetes, de szerintem most, hogyha egy filmet élvezünk, azt mind a két féleképpen tudod. Én például tudtam, én inkább feliratpárti vagyok, de nem vagyok az az agresszív, tehát nem akarom másokra ráerőltetni. Ez a szinkronra ment volna, akkor nem mentél volna ki. Én inkább felirat vagyok, de éppen az feliratpárti, de azt mondom, hogy ha egy filmet szeretek, akkor azt egy pocsék szinkronnal is ugyanolyan szívesen megnézem. Az lehet, hogy azt mondom, hogy jobb lett volna felirattal, de nem fogom kihagyni csak azért, mert szinkronnal megy. Tehát, persze. Tehát nekem leginkább a szinkron nem a minőség a baj, hanem az, hogy a magyar szinkronizálás a legjobbtól eljutott a legalja szintig. Hát tehát nekem ez a problémám vele. És ezt nem lehet azzal magyarázni, hogy kihaltak az olyan nagy nevek, mint mondjuk a Sinkovics, meg a többi, mert vannak helyette ugyanolyan nagy nevek, ezt azzal lehet magyarázni, hogy nem férc munkának kéne lenni a szinkronnak, hanem ahogy sokan kifejtettek... Meg idő, kellene rá idő is, igen. Színészeti ág. Az nem egy olyan, hogy fölállsz és fölmondod a szöveget. Ahogy most csinálják egyébként. És nem egy iparos munka, hogy a moziban mi hamarabb felirat szinkronnal kerüljön a film. Tehát nem ilyennek kéne lenni. Hát igen. Régen minden felirattal ment a moziba, de amikor kijött mondjuk egy Piszkos 12-höz egy szinkron, akkor nem csodálkoztál azon, hogy az sokkal jobban szólt. Sokkal jobban, például egy régi szinkron sokkal jobban kihangsúlyoz dolgokat, mint az eredeti. Igen, ez igaz. Az eredeti fakóbbnak tűnik meg. Sokszor sokkal alig értem, mit mondanak. Rengeteg ilyen van egyébként. Igen. És ott ugye 2-3 hétig vették föl, plusz sokkal többet fizettek is a szinkronos színészeknek. Hát jó, hát az egy más kérdés, de nem. Szóval tehát csak azt akartam kihozni, hogy az, hogy meghalnak hát az emberek az életrendje szerint, ez nem mentség. Tehát ez a minőség romlása, ez nem mentség. Erre tény például a német, meg a nem tudom, francia, vagy melyik szinkron, amikor a nem tudom már Joker, nem tudom már kit. Valamelyikben volt, valakit szinkronizáltak, valami nagy szerepet nemrég, és ott meg tudták fogni az eredetit. Szinte ugyanaz hasonló. Ez volt egy összehasonlító videós, a magyarnál nem tudták, tehát...
Még ott is kihaltak, meghaltak a nagyok, ott is régen, tehát... Persze, mind mindenhol. De ez egy hülyeség. De itt a T2-nél tényleg mesteri volt a szinkron, és főleg az, az eredeti, itt is az eredeti volt. Hát igen, igen, mert igazán tudod, ennek úgy van, tehát én utána is néztem, tehát ennek egy eredeti szinkronja van, és a bővített jeleneteket, amiket ugye itt egyébként szerintem nagyon helyesen nem láthattunk a moziba, azokat már részint új stábbal szinkronizálták, és pont ezért nem látszik is rajta. Tehát pont ezért nem úgy küldték a moziba, hogy ne tűnjön nagyon föl a... Tehát ez is egy indok volt, hogy ne tűnjön nagyon föl a különbség. Egyszer volt valahol egy hiba, nem? Az más, tehát az más kérdés, ott azt hiszem, hogy az eredeti szinkron volt gondos, de egyébként ugyanazok a hangok voltak, ott szerintem inkább ilyen hangminőségbeli hibákat hallottunk. Nem valószínű. De az élményből azt se vett el. Tehát én nekem a kettő az egy teljes 100%-os élmény. Meg a zenék is ugye minden. Én azt mondom, hogy nekem a T2 az így egy 100%-os élmény volt. Tehát én nekem még az apró hibák se tudták elmondani. És én már nem tudom, legalább 11-ére láttam, lehet, gondolom, már te is így összességében. Hát én már több egyszer. Lehet, hogy 20-adjára, nem tudom már, nagyon sokszor. És még mindig tetszettek az akciójeletek, főleg így 2K-ba. Hát most ugye erre azt tudom mondani, hogy ezt meg, hát jó, nyilván ezt az ember olvas, meg tud is róla, de az, hogy tehát itt még minimalizálva volt a CGI, tehát itt tényleg arra használták a Stan Winston-féle stáb, csinálta a azokat az effekteket egész addig kitolták, ameddig lehetséges, és csak ott kezdtek CGI-ba nyúlni, amikor kell. Na ez az, amit most szintén. Igen. És így a CGI-ra is jobban tudtak figyelni, nem hiába időtáll még ma, időtálló ma is. Mondtam, mert ugye így kevesebb idő, meg fókuszálási pont kellett, viszont azt úgy meg tökösen megcsinálták. Pontosan. Tehát ez az, amit mondtak, hogy a CGI-nak úgy bőven helye van, hogyha kombinálod valós effektekkel, de csak igen, a igen. CGI-nak nincs teljes létjogosultsága. Tehát ez még nem tartott. És kár, hogy a Star Wars Hobbitot egyébeket elvitték arra fele, hogy hát inkább... Sajnos igen, de hát ennek... Vagy az gyorsabb, meg egyszerű... Hát ugye nem kell ilyenekre gondolni, de hát még gondolhatsz akár a csodálatos és zseniális Terminator 3-ra, CGI-jal lett összehányva, a 4 de nem, ott még keverve volt, nem? Úgy tudom. A 4 az nem annyira, tehát a 4 abban... Egyébként meglepődné, hogy mennyire sok eredeti jelenet van benne. Hát például az a 600-as is, azt hiszem, az a T600-as. CGI-t azt elég minimálisra vették, az 5-öt azt nem tudom, de mondjuk nekem az 5 az sok szempontból nagyon nem tetszett, de... Ne, hát ott is CGI volt az 5-ben. De érződött rajta, hogy nagyon túl volt nyomva a CGI, tehát nekem az nagyon nem jött be. De hát ez megint egyéni ízlés. Itt csak a T1000-esre volt talán a kettőben. És mint széria egy nagyon képlékeny dolog, tehát én úgy látom, hogy nincs két ember, akinek ugyanúgy tetszene ugyanaz a rész. Az igaz egyébként. Valaki a 3-at még elviseli, ott is mondták, hogy nekem még a 3 tetszett a WC-n, mondták, a 4, az 5 az már nem. Hát én nem tudom, nekem a 3 az a módszeres megerőszakolás. Hát, én ott tartok, hogy nekem a 3 az a 4. A 2-t majmolja már, úgyhogy negatívan, tehát ilyen parodisztikus volt. Igen. Tehát így... Hát sok elemébe sikerült módszeresen szép erőszakolás. Egyedül az, hogy a magyarok ott azért... A cégé tényleg elég, ott azért kötöttek rendesebben rá. Nekem azt nem tetszett, de... hogy a 2000-es évek elején ugye föl volt kapva, tehát akkor nagyon nyomták ezt a CGI-ipart, sajnos ez is áldozatul esett annak. Hát igen. De egyébként nem tudod, de itt a, majdnem a közepén talán a filmnek, nem is az még a közepén, de amikor... De a közepén durva, a mexikói, vagy milyen, nem tudom, mert Mexikó az még, az lehet, hogy még a déli része az USA-nak, de... Lényegtelen végül is, hát ott van ott az állom jelenet. Na, az kiderült, én azt hittem, hogy abban is van cigére, mondták, hogy nem, azt megépítették az egész város. Az vizuális durva. Effekt és pokér, tehát látszik is rajta egyébként, hogy hát egy kicsit igen. De annyira így volt élethűben ennek ellenére, mert igen, ugye mert most azért jó, már ennyire belementünk, akkor ugye ennek van egy előtörténete, úgy ugye nyilván, nyilván ezt sok mindenki tudja, de azért itt említsük meg, hogy ugye a Terminátor 1-be, tehát ugye James Cameron eredetileg ugye már beleálmodta a folyékony Terminátor. Igen, és meg a gyárat is azt hiszem, vagy ezt a Terminátort, Cyber... Olyan bölcsességgel, ami sajnos ma a filmkészítőkben nincs, ő belátta, hogy ez nem fog menni, és inkább nem akart nevetséget csinálni magával, és egyébként én pont ezért szeretem nagyon a Terminátor 1-et is, mert pontosan tudja, hogy hol a helye. Annyit vállal, amennyit tud. Pontosan annyit vállal, és pont azért szeretem nagyon, és hozzáad egy kis művészi értéket is, ezt gondolok itt arra, hogy ugye egy ilyen elég erős horroros beütése van, ami szerintem rohadt jól működik. Tehát egy nagyon sötét atmoszférája van, nekem például a jövő jelenetek abban tetszenek a legjobban. Tehát egy kifejezetten
sötét Az igaz, nyomasztó, mondjuk jó. sötét nyomasztó átélhető jövő jelenet van benne, nekem nagyon jók az akciók, tehát az effektek meg, hogyha mondjuk valaki tudja a hátterét, hogy minimális pénzből gyakorlatilag roham tempóba pár nap alatt készültek, hát akkor inkább dicsérni kéne. Hát akkor persze, persze. Mennyire gáz. A zenéket ilyen teljesen ilyen homemade módszerekkel adott. Szintetizátor, vagy nem is tudom, igen. Brad Fidel a zeneszerző, tehát konkrétan a Terminator témánál, amikor ütött a zene, akkor konkrétan egyébként két lábas csapkodott össze. Tényleg? Azt gondoltam, hogy valami ilyesmi, egy kalapács, vagy... Tehát még a hangszerekre sem volt pénz, és egyébként az benne van, tehát azt még extrák között ilyen kisfilmekben lehetett látni, hogy három napja volt összesen a komplet zene izé soundtrack kidolgozása. Az igen, ma az egynél. Gondoljunk bele, hogy ez mekkora teljesítmény, és hogy ma ezt hányan vállalnák be. Tehát... Hát a Giacchino csinálta tavaly, de az két-három hét alatt, ugye, de az nem három nap. Két volt, nem két-három nap, tehát az... Én azt mondom, hogy azt mennyire miért adták, hát akkor ezt... Hát ez igen. Én azt mondom, hogy szerintem az egy is a maga a keretein belül egy nagyon nagy teljesítmény, és szerintem pont abban erősítettek rá, hogy a kreativitást és az úgymond művészi dolgokat hozzá tudták adni. A kettőben meg ugye összejött egy nagy rakás pénz, tehát ugye az meg nyilván tudjuk, hogy akkor a... Nem csak, hogy független film volt, hanem a Cameron egyébként ennek nagyon nagy költsége. De az mi baj jött össze, hogyha az egy, hát az is sikerült, de hát akkor is az nem egy olyan nagy költség. Hát, jó, hát az egy az nem volt drága, tehát nyilván nem volt kérdés, hogy igen, igen. Hozza annak, amennyit kóstál. De mi baj jött 100 millióig, majd bekerült, ugye az első 100 milliós film volt a kettő. 100 millió, az első film volt, ami igen. 100 millió fölött volt, és ráadásul még független is. Tehát, ugye hát de ezt miből tudták kifizetni? Honnan volt ennyi pénzük a Rambóban, meg azok a producerek voltak? Meg a... Hát a Kerókó az nem volt egy szegény cég. Tehát ja, akkor még a 90-es évek elején nem volt, azt a 90-es évek közepén vitték csődbe. Illetve vitte csődbe a kasszát. Ez megint egy más történet. Hát ez már taktika volt meg, talán. Ez megint egy más történet. Tehát, és szóval azt akartam csak kihozni, hogy ugye az egy az egy tudatos vállalás volt, és egyébként Cameron ezzel megalapozta a saját hírnevét. Ugye a Mélység titkába, ami egyébként szerintem egy egész jó film, nem olyan nagyon nagyra törő, de szerintem egész jó. Ott kikísérletezte a technikát, és a... Ja igen, a T-1000-est, igen. Ez följáratta a csúcsra, de például azért dicsérem, és egyébként nekem a kettő főleg azért tetszik, egyrészt azért, mert egy baromi közönség kompatibilis film, ugyanakkor, ha kicsit kritikus szemmel nézed, akkor meg észreveszed, hogy rohadtul jól van összerakva, nagyon jól ki van súlyozva, tehát még művészileg is hozzá van téve egy csomó dolog. Igen, igen. Nem tudom, hogy kinek tűnt-e föl, de a végén, amikor a T-1000-esbe belelődik a rakétát és fölrobban, tehát azok konkrétan egyébként a John Carpenter féle Tignek a hangja. Ja, akartam mondani, meg ahogy kinéz majdnem, mint a Tignben szólni. Ide orvivál, és egyébként, igen. Hogy kinéz és a végén transformálódik, az meg egyébként a Tignek a halálára egy tökéletes reflektálás. Tehát azért, hogy így kell tökéletes. Minek? Minek a halálára? Hát a magának, a Tignek a dolognak, tehát magán a... Ja, igen, tíg, igen, igen. Amikor a végén ugye kikelt magából annak a filmnek a végén, akkor ott ugye minimum 5-6, tehát a majdnem minden, minden embernek az állarcát fölvált, igen, és igen, egyszer igen. Egy ilyen háztömnyi méretű lett, és körülbelül ugyanerre reflektált a Terminator 2 vége, de szerintem így kell igazán tiszteletet adni egy film előtt, és egyébként az egyben meg a kettőben is nagyon sok ilyen apró, ilyen szép visszatekintés van a régebbi filmekre, úgyhogy én nekem kifejezetten tetszett. Szóval szerintem az egy az, én az egyre én azt mondom, hogy az egy jóval komolyabb film, tehát azt szerintem úgy kell venni, hogy az egy olyan B-akciófilm, ami egyébként művészileg van kivitelezve. Tehát egy olyan kombináció, hogyha én most ezt így elmondom, akkor tényleg úgy hangzik, hogy most én nekem elment a józan eszem, és tényleg. Tehát én is, amikor először megnéztem, én nem akartam elhinni, hogy ez a film ennyire jól tud működni, és tényleg ennyire jól tud működni. A kettőre meg én bármikor és bárhol hajlandó vagyok kijelenteni, hogy ad egy világ egyik legjobb folytatás. Na, azt én is akartam mondani. Egy baromi jó párfordulással, ahol egy rossz karakterből jót faragtak, és egyébként egy És nagyon jól megoldva, tehát... Egy alapvetően sci-fi horror tónusból átmentek egy brutálisan jól kinéző sci-fi akcióba, de ugyanakkor én azt is hozzáteszem rögtön, hogy a Terminator 2 egyébként szerintem a világ egyik legjobb tömegfilmje is, ami nem csak tömegfilm. Tehát, ja, és a sok mondani való is, ugye az apa-fiú kapcsolat, a robottal, amit elmondanak is többször, hogy a robot jobb apa, mint a, ami sajnos a mai világban is még valószínűleg igaz. Hát, igen, tehát, ez egy kis ilyen kitekintés, ilyen
ilyen Asimov-féle, ilyen robotika-féle kitekintés, hogy ugye hol kezdődik a robot és hol ér véget az ember, tehát ez... Igen, igen, de ez nem csak úgy értem pszichológiailag is, hogy ugye mindig gond van a családapákkal, általában a családi módokkal, hogy manapság van, és hogy a robot az képes volt arra, hogy ezt meg tudja oldani. Ja, az egy ilyen, egy jelenetet kivéve egy ilyen abszolút érzéketlennek tűnt. Tehát az egy ilyen elég vad ilyen, de az kellett is a sötét tónushoz, és nekem kifejezetten tetszett. Például érdekes, hogy ugye Cameron rengeteg filmbe beleerőszakolt mindenféle romantikus szállat, szerintem egyébként pont, hogy csak a Terminátor 1-ben működött jól. Tehát ott például szerintem marha jól működött. Hát igen, mert ott eleve az indította az egészet. Igen, és az szolgáltatja az alapot, de szerintem nagyon jól meg van csinálva, és nagyon hihető is. Tehát a kettőből örülök egyébként, hogy ezt kihagyták. Tehát a bővítettben ugye van egy jelenet, ahol ugye a Sarah Connor behalucinálja magának egyszer a Kyrie-t, de az egyébként nagyon jól működik. Na igen, igen, emlék, azt hiszem, emlékszem. Azt szakoziban nem láthatjuk, de egyébként szerintem az nagyon jó volt ott is. Úgyhogy én azt mondom, hogy szerintem egyébként a T2 az meg érzelmileg addig ment el, amíg lehet. Tehát én, hogy nem vitte túlzásba, tehát mindig, ahol már kiakadt volna a mérőm, amikor először láttam, ott mindig visszavett. Tehát én azt mondom, hogy szerintem nagyon jó kivansolva. Ami ezt a ne dolgot is ilyen érdekesen oldották, meg nem ilyen Disney-féle volt, tudod, hanem... Igen, film. Igen. És hát ne tegyük hozzá, hogy a film marha vicces, és közben mégsem megy át komolytalanba. Tehát ja. Egyébként rengeteg jó duma van. És sokkal családi film ilyen szempontból is. A magyar szinkronban egyébként azt hozzá kell tenni, hogy rengeteg jó duma, meg jó... A fordítás is, ugye nem csak a hangok, hanem itt, ahogy mondottad, itt a fordítás igen. Is nagyon jó. Nagyon jó lett, nagyon jó lett. Tehát most itt például ne őre gondolok, amikor odavágta, hogy életbe maradt. Tehát, ja, igen. ezek nagyon jók, még a mai napig nagyon jól működnek. A látványa szerintem csúcs, tehát annál jobban nem lett bizonyítani, hogy mozivásznak kifogástalan volt. Meg már 26 éves film, érted? Meg ilyenek, de egyébként tehát tényleg hihetetlen, hogy például ha emlékszel arra, hát ezt is nyilván sokan tudják, hogy amikor ugye a T-1000-es futott a lifthez, és szétlőtték a fejét, és ketté nyílt, tehát az konkrétan az Stan Winstontól egy megépített díszlet volt. Tehát az nem szintén, hanem az egy megépített díszlet volt, ahogy szétnyílt a T-1000-esnek a feje. Ja, ott az alaksor, vagy az izében? Igen, amikor, tudod, amikor úgy köszönt be, amikor a liftet ki akarta nyitni, ja, igen, 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 igen. Arnold úgy válaszolt, hogy belelőtt egyet a fejébe. Ja, egyébként igen. Egyébként az, annak külön örülök, mert egyébként a például annak a kézi ágyú, most nem az izére gondolok, a helikopterről leszerelt golyószóról, hanem az elején használt vadászpuskára, tehát oda konkrétan meg egyébként biztos érezhető volt a moziban, hogy az nem egy puska hangja, ami be van vágva alá, hanem az egy ágyú volt egyébként. Ha, ja tényleg, igen, de tényleg. Marhára érezhető, és tényleg az, hogy minden lövésnek van egy baszi nagy ütése. Nem, azt egyébként... Ezt tudod miért csinálták? Szerintem amiatt a folyékony terminátor meg a fém miatt, hogy üssön is az, amit... Amiatt, hogy ugye akartak tehát magának a 101-esnek, ugye a Schwarzeneggernek is akartak egy kis... Erősítést? Egy kis erőt azzal, hogy érződjön, hogy a lövésnek súlya van. Az igaz. De azt nem tudom, még érdekességeket mondtunk itt azután, élet után, amikor jönnek le a liftbe, amikor már az autó... alaksorban vannak, akkor mondták, hogy a Robert Patrick az ugye, hát ott sokszor majd kifulladt. Nem, valami 2-3 hétig gyakorolt rá, hogy ja, hát úgy tudjon futni, hogy ne látszol rajta, hogy majd megfullad. Ezt is olvastam, igen, hogy a futás nagyon begyakorolt, hogy ne látszódjon rajta a fáradtság. Az erőltetés. Hát mert aztán nagyon gyorsan tudott futni, ugye mindig, tehát majdnem igen, igen, tehát ezt mondom, hogy látod, tehát eljutunk odáig, hogy ez volt igazából a mozi a csúcskorában. Hát gyakorlatilag igen. Amikor borzasztóan odaadó volt mindenki, tehát a színészek, az effektesek, és ugye az effekt az azért egy jó dolog, tehát az ilyen praktikus és vizuális effektusok, mert ezek kreativitást kívánnak, tehát ezek megkívánják azt, hogy az ember gondolkodjon, és ugye a CGI pont a korlátlanság, legalábbis a vélt korlátlanság hát, miatt igen, igen, igen. Mert ugye azért 91-ben, tehát akkor még azért a CGI-nak rendesen voltak korlátai, ezt egyébként néhány csodás 90-es évek elejé alkotásban látható, yeah. Néha már tényleg ilyen okádék minőségű a CGI, mert annyira túl van használva, úgyhogy... Most még a Helylakó 2-ben, ami amúgy is egy szarfilm, ott... Bevallom neked a bűnömet, hogy én a Helylakóban egyet sem láttam, mert annyira nem vagyok kíváncsi rá, de... Például, ha is rémlik még, biztos megvan a Szökevény című film, az egy ilyen elég kultikus... Ja, az 93-as, igen, igen.
és az ő rendezőjének van egy utána következő bazi nagy költségvetésű filmje, a Láncreakció. Na most például az volt egy olyan film, ami mindig ilyen reflektálási pont, hogy hogy mennyire mocskosul túl van használva a CGI, és egy-két év alatt az a film, tehát akkoriban, amikor az 96-ban jelent meg, akkoriban az egy piszoklátványos filmnek számított, de egy-két év múlva olyan ronda volt, hogy tényleg lehetett fújni a vécén állni utána, mert borzasztó ronda. Hát igen, ezt gondolom, hogy csak erre építenek. Az Avatarnál is látszik már egyébként, hogy azért kilóg a háttér főleg rólam. Tehát így a karakterek még most is egész jól néznek ki benne, de a háttér, az animáció, mozgás az már nem olyan, mint ezért is érdekes, sok ilyen dokumentumfilmben, tehát mondjuk főleg a másik ilyen sereghajtónál, tehát másik ilyen éllovasnál, már kicsit késő van, a Jurassic Parknál láthatod, hogy ott is kihangsúlyozták, hogy nem elég csak a CGI, és ott is meglátod. Azt te láttad 3D-ben egyébként ott, amikor voltam? Nem, akkor én még nem. Azt mondták, hogy az annak volt a legjobb állítólag, ugye volt itt SV1-2, meg a Titanic is, stb., de az volt a legjobb állítólag. Én abszolút abban hiszek, hogy tehát amit a te most itt abszolút azért lehet erről beszélni, mert ugye a T2 ez ennek az egyik sarokköve, hogy ha ötvözöd a praktikus effekteket, a vizuális effekteket, és hát mondjuk kellett hozzá egy Stan Winston is, aki... Persze, és az már nem ér. Tehát mondjuk hozzá körülbelül egy embert lehetne mérni, még a make-up-os robotint, akinek mondjuk a nevéhez fűződik a Carpenter-féle dolognak a megalkotása, ami egyébként a szószoros értelmében majdnem a halálra dolgozta magát, tehát utána egyébként ő a forgatás után a kórházba ment. Mert egyébként addig dolgozott az effekteken, ami szintúgy a mai napig megállja a helyét, hogy majdnem halálra dolgozta magát. Az is még kiállt egy BD kiadvány, nem? Ő fogható még a Stan Winstonhoz, úgyhogy hát... Ezúton is Isten nyugosztalja, de szerintem ő nélkül a mozi egyébként, ő nélkülük, inkább úgy mondom, hogy a mozi... Hát igen, ő nélkülük sokkal kevesebb lenne a filmszakma. Amit megalkotott a Winston, egyrészt az egybe, meg másrészt a kettőbe, meg aztán végképp, tehát olyan effekteket, amiről azt hinnéd, hogy ezt nem lehet megcsinálni, tehát ez csak CGI, és mégis. Hát, igen. Ez amikor még ma is meglepődik az ember sokszor, hogy hoppá ez. Valakinek még megvan a szintén Schwarzeneggeres totálikolót, meg egyébként a robotin felelt a látványért, ami egyébként joggal nyert el egy halom Oscar díjat. Tehát azt is nézni kell, hogy mik vannak benne. De főleg most az is megjelent BD-n, úgyhogy... Igen. Ajánljuk mindenkinek, hogy a T2-t is most már. Hát de aki nem látta, annak meg leginkább azt, hogy nézze meg mindegyiket. Igen. Hát most mit elgondolod, hogy Tinget kéne még BD-n megjelentetni, és akkor... Hát az igen, csak benne. Az más kategória, tehát az persze. Ugye Universal alá tartozik, úgyhogy az már... Ilyen folytás az mindjárt meg... Vagy nem is tudom, előzmény, bocsánat. Előzmény filmje volt. Az megvan nekem is, de... De hát annak nem is lett olyan jó képe egyébként, azt hiszem. Hát az még ha nem csal az emlékem, azt az ADS adta ki, az akkoriban még nem volt olyan nagyon profi. Akkor azért. Később jók lettek, most itt gondolok a Fegyvertelen Katonára például, de később jók lettek azért. Hát... Gyakorlás kell, ugye? Hát jó munkához idő és gyakorlás kell. Igényes munkához gyakorlás kell, igen. Úgyhogy igen. Hát nem tudom, hogyha összegezhetjük, tehát, vagy nem tudom, hogy tehát én mindenképpen azt mondom, hogy visszakanyarodva a témára, hogy szerintem egy bazi nagy élmény volt, és én nekem az életem egyik legnagyobb mozis élménye volt ez a... Főleg így egybe egymás szintú, után... én nekem is így egybe, ja, de a kettő tényleg az volt, tehát az, amikor tehát most... Nem lehet ezt így átélni, megkoronázása, de biztos te is megfigyelted, hogy amikor elindult a stúdiókánál féle új logó, mert ugye most hozzájuk tartozik jog szerint a film, tehát mindenki szépen lecsöndesedett, és körülbelül mindenkit láttam, hogy az első 10-15 percet így tátott szájjal és néma csöndben nézett végig. Ja, az intrót például, ugye? Ez
mivel ez az, amire azt mondom, hogy ez a szintiszta, vegtiszta mozi élmény, amit én szívből kívánok, hogy legalább egyszer mindenki ilyen. Igen, de, igen. De inkább 100 egyszer. Hát bár amikor csak az intro ment, akkor látszott, hogy... Erre már nem sok lehetőség van, tehát ilyen élményeket ugye a mai mozi nem nagyon tud szolgálni. A Pesten még meg lehet nézni egyébként most. Tisztelet a kivételnek, ugye ezt az élményt ezt otthon nem lehet, akármilyen rendszerrel nem lehet reprodukálni, tehát ezt maximum megközelíteni lehet, de tényleg azt mondom, hogy van egy-kettő ilyen, tehát van egy-két ilyen, amit... Ez is annál, amikor azt az ezrest sajnálják sokan. Csomó ismerősöm, inkább akármi kamerával megnézik, sokszor ott van a kamerásra. Én azt mondom, hogy szerintem 1300 forint amennyi volt ezért, tehát ez így jutányos ár, egy ekkora élményére. Három évvel együtt. Én akár dupla ennyit is szívesen kifizettem volna, annyiba került volna, úgyhogy szerintem bőven megérte. Most figyelj, egy cigaretta ennyi, gyakorlatilag. Éppen ez az, hogy mit tudom én, de bármiért, tehát akkor mit tudom én aznap, vagy akármiről, de hát akit érdekel, vagy aki szereti, szerintem annak ez az élmény, ez mindent megérte. Persze, hát tényleg ott volt a top. És akkor nem ám ilyeneken fonyologni, hogy holnap munkába kell menni, meg minden. Persze, kényelmetlen, fárasztod, és ezért kihagyni. Na megoldottuk. És tudod, a másik, hogy ugye van itt egy ilyen sarokpontja a dolognak, hogy tudod, hogy a te életedben, a büdös életben nem lesz többet ez leadva. Tehát ez egyszer van, és kész. Ez a másik. Bár mondjuk ki tudja, tehát lehet, hogy lesz itt 50. évforduló, meg... Én nem bízom annyira. Tehát az oké, hogyha lesz x-edik évfordulója, akkor ugye jönnek az újabb kiadások, de hát az kérdéses, hogy rámegy a mozira, tehát... Persze. Azt nem lehet tudni. Hát biztos lesz majd itt egy 16K-s BD 50 éves évfordulós lehet, kiadás. Lehet, nem. De a moziban már nem biztos, hogy látni fogjuk ugyanígy, főleg ugyanolyan hát keretek között. Nem szabad, tehát az ilyen alkalmakat meg kell ragadni. Főleg, ha mondjuk van egy Uránia mozi a közelben, ami mondjuk azért tudja is produkálni. Elkultik, igen. Nyilván ezt egy gyöngébb minőségű moziban nem tudnák. Hát például az, hogy a CC se tudná ilyen jól, nem jók a vásznok ennyire, tehát... Hát jó, hát a cinemában ugye alapból nem mehet, mert ugye a Pannoni Entertainment az megfogalmazta, hogy mivel ők a kultúra terjesztését tűzték ki első fokban célnak, tehát ők a multiplexekben nem engedik ezeket a filmeket, de én... Csak úgy halkan megjegyzem, hogy ezzel mélységesen egyetértek, de nem akarok lincs hangulatot teremteni, úgyhogy... Ez csinálsz a David Lynch. Egyébként, de tényleg nem akarom azt, hogy itt valaki meg akarjon minket lincselni, de én ezzel egyetértek. A multiplexben nem azt mondom, hogy szarfilmek valók, de szerintem mondjuk egy Volt egyszer egy vagy nyugatot én nem tudtam volna ott elképzelni. Tehát az úgy volt de te azt is láttad egyébként? Igen, az úgy volt egy vegy tiszta élmény, ahogy itt. Bár mondjuk sajnos voltak rossz tényezők, de ebben nem... Az is felújított volt egyébként, vagy? Nem, az nem volt, ott a hang volt felújítva, az érződött rajta, tehát az nagyon szép volt, de mondjuk ott mellettem konkrétan egy csaj földobta magát a szószoros értelmében, bedobta a szundit, úgyhogy úgy... Az ott, igen. Ja, na ott hát, mert az 3 órás volt, és későn kezdtem. Ott kialakult egy kis lincs hangulat. Ja. Már így tartunk, tehát ott ugye a csaj is ott elkezdett horkolni, meg minden. Egy fiatal csaj? Ott volt egy kapulat, hogy mondtuk, hogy ezt most legszívesebben kidobatnánk onnan, de mindegy. Ez kész. És de az feliratos volt, ugye? Feliratos, igen. Igen, ott ugye az... Hát a szinkron az fele más, meg nem tudod, nem a bővített volt. Nagyon jó a szinkron, csak ugye mivel a rendezői változatot adták meg, mert ugye a drágalátos szovjet cenzorok ott megvágották a filmet, és teljesen érthetetlen módon kimetszegettek belőle egy pár jelenetet, ja, és igen, csak akkor a bővített az igazából sima, úgy van, csak nálunk ezt megvan. Nem is bővített, tehát amit DVD-n meg lehetett kapni, az a rendes változat, tehát amit itt Magyarországon leszinkronizáltak, az a drágalátos komcsi cenzorok által szarrá vágott amit azért vágtak szét, mert ugye szerintük a szocialista világrenddel nem volt összeegyeztethető, mondjuk nem tudom, hogy miért. Tehát nem tudom, hogy például Cheyenne-nek a halálát miért kellett kivágni belőle, és ezzel egyébként azt elhitetni. Például először én a tévében láttam, és én konkrétan annak a hitébe éltem, hogy ő a végén túlélte. Én is. És akkor egyszer megvetted, és akkor kiderült, hogy paszki nem. Tehát, úgyhogy az meg úgy mondjuk egy mozira tényleg nem való, tehát én otthonra se szeretem úgy, de az tényleg nem való, hogy a felén átvált angolra. Tehát az nem. Az nagyon hülyén néz ki, az mindig nagyon hülyén néz ki.
Meg volt a keresztapa is, azt is láttad, hogy felújítva? Azt is láttam, igen, nem mindenre jutottam el, tehát például az ördögűző az tényleg olyan későn volt, pedig arra nagyon szerettem volna elmenni, mert az nekem minden idők egyik legjobb filmje, úgyhogy én arra nagyon el akartam jutni. De egyébként az is felújított volt a keresztapa, meg az ördögűző? Nem tudom, az ördögűző az nem is ezért jutott ide, hanem volt egy ilyen halloweeni mozi. Ja, lehet, hogy most is lesz egyébként. Tavaly októberben, de hát ott is van évfény után kezdték. Tehát mondom, hogy és ott már tényleg azt mondom, hogy ott meló volt, meg minden, úgyhogy. És aztán most csütörtök volt szintén, igen. Csütörtök volt, igen, az is. Na most talán péntekre esik. Utólag azt mondom, hogy nagyon bántam, hogy nem mentem el, mert szívesen megnéztem volna, de mondjuk nem is feltétlenül egy halloweeni műsorságot délik, mert az a film nem is annyira horror, de mindegy. Ebben nem menjünk bele. Ne kanyarodjunk ennyire. De igen, a T2 is, annak, hogy ez 18-as volt, aztán a BD-n 16-osban adták ki. Nem, 16-os volt. Ja igen, 16-os. És egyébként a T1-re még meg is jegyeztük, hogy 12-es írtak ki, de szerintem... Ja igen, de állt eltévesztettél. Szerintem az egyszerű tévesztés volt, tehát ki van zárva, hogy erre a filmre 12-es. Hát biztos előtte olyan film ment, és akkor tudod... Valószínű, hogy valami, ez valami projektorhiba volt, vagy... Ja, az a 18-as, az a durván, mert ugye minden megvan effektekkel, rendesen MCG-vel, és akkor ez ilyen horrorisztikus. Belefér az, ahogy a Terminátor kivágja a saját szemét, vagy esetleg mondjuk valakiket elég véresen végzett ki, tehát én nem hinném, hogy ez egy 12-esben. Ja, meg szexuális is van, tehát. Igen. Azt elhiszem, hogy a Film Pluszon a délutáni ismétlésben a vágott verzióba belefér, de itt nem, úgyhogy... Ja, ott még triplán megvágják a régi kommunista időkhez képest is. Ne roncsuk, figyeljed, már belegondolok, rontja az élményt, ja. Úgyhogy nem, mert még most is élénkedni ebben, ha leadták volna, én még egyszer elmennék. Tehát maradjunk annyiba, így tényleg nem tudok többet mondani róla, leadják, én még egyszer elmegyek, esküszöm. De akkor szó szerint vevő lennél rá. Igen, szó szerint is. Tehát, hát nem fogják sajnos, tehát úgy nézem, hogy itt Pécsen nem. Hát én reménykedek, hogy majd lesz egy ilyen... Pécsen nem értemlünk meg. Egyébként érdekes, hogy teltházzal megy, mert például az űrodüsszeje annak idején teltházzal ment, és közkívánat vett belőle egy második. Tehát de azt is láttad, tényleg? Igen. Teltházzal, az érdekes. Igen, az volt az első ilyen régi, amire... Lehet, hogy azért, mert akkor volt a csillagok között is abban nagyon merített, nem? Igen, akkor? Igen, azért. Szerintem az lehetett itt a... Nem azért, igen. Az érdekes. Erre nem tudtam, hogy... Meg aztán a Kill Bill is volt, de most ebben vagyok biztos. Nem, az nem. Vagy csak tervezték akkor. Az Alien 1-2-vel kezdték, azt tudom. Igen. Hát a kettő, az nagyon szépen felújított volt, az is, igen, az nem tudom, arról sajnos... Sajnálom, hogy te nem, azt meg én láttam. Most arról én lemaradtam, pedig szerettem igen, volna. Az szép volt. De, ja, hát a nagy, hát én így is örülök, mert a nagy részére eljutottam annak, amire szerettem volna. Én szerintem egyébként az Alien 1-2-t, meg az ördögűzőt hagytam ki, meg a harcosok klubját, arra emlékszem. Az is volt. Tudtam el, igen. Hát azt nem is tudtam, hogy volt. Ja, meg a visszajövőbén, bocs, ezeket. Azon voltam. Az egy is volt, de azt is sajnos ezekre nem tudtam mindenféle technikai okok miatt elmenni. Egyébként a 3D itt most a T2-re nem volt olyan sötét, ezt ígérték, hogy nem lesz olyan sötét. Ezt ígérték, tehát igen, tényleg egyébként nagyon élvezett. Azért volt különbség, tehát ha levetted, akkor látszott persze, de azért jobb volt, mint mondjuk a másokat. Én azt mondom, hogy szerintem nagyon jó. Nem volt olyan. Én sem vagyok 3D párti továbbra se, de egyáltalán nem vonta a figyelembe. Jó, azt mondom, hogy anélkül is meg lett volna az élmény. Persze. Nem volt szerintem egy olyan izé, tehát én inkább ezt egy kicsit ilyen marketing fogásnak érzem, hogy én is, igen. 3D, és akkor sokkal többen fognak menni. Szerintem ez kicsit fölösleges volt, de ugyanakkor tényleg az még egyszer hangsúlyozom, hogy nem. A filmélményt azt nem csökkentett, tehát nagy betűkkel. Az is egyébként ez nagy szó, mert a 3D nálam már sok-sok filmet lerombolt. Úgyhogy én azt mondom, hogy szerintem ez nagy szó. Ja, hát úgyhogy zárjuk is ezzel akkor nem szóval igen, én is azt mondom, mai adás, hogy tényleg nagy szó, úgyhogy mindenkinek ajánljuk, ha még Pesten egy-két helyen aztán még lehet nézni, akkor nézzétek meg. Én is azt teszem hozzá, hogy egy szavakkal körül nem írható élmény, és egy igazi veretes mozi és filmélmény maga a mozinak a veleje, úgyhogy szerintem aki teheti és akarja, az ne is egyszer, hanem kétszer-háromszor is. És vegyétek meg a BD-t. Biztosan, hát igen, akár igen. Én is hamarosan egy-két hitem. Aki fanatikus és aki gyűjtő is, vagy aki szeretné, az annak én is javaslom, úgyhogy... Ja. De abban is tudtál nézni egyébként, vagy nem? Nem, még nem odáig nem jutottam el, de hát elsősorban én is azt mondom, hogy a tiszta élmény miatt... Hát az a mozi, tehát az... Tehát itt a mozi, aki tudja, az tényleg többször is vállalja be, mert az életben lehet, hogy többet ez nem fog előfordulni. Úgyhogy...
Igen, de azért reméljük, hogy T2 will be back, ugye? Hát reméljük, igen, tehát Ja. bármilyen formában én reménykedem, hogy még megérem, hogy ezt még Meg hát egyszer két év látom. múlva jön a hatodik rész, vagy hetedik, már nem Rendjük is tudom. együtt ki, hát nem tudom, A hetedik, most igen. már nem biztos, hogy annyira kíváncsi vagyok rá, És hogyan a hatodik, igen, már vagyok teljesen de keveredve. reménykedem abban, hogy a T2-t még megélem, hogy moziba lehet még egyszer Igen, hát látni. ugye, hogyha lesz, hogy akár csak egy 50. évforduló, azt még megérhetjük, tehát így Hát csak, az is simán, tehát reméljük. csak 24 évet kell újra várni. Hát reméljük, Ez egy reméljük, hogy Twin ez. Peaks évad, tehát így. Igen. Ja. Igen. Ugye azok után, na ott volt egyébként igazán lincs hangulat a végén, te nem láttad a harmadik évadon, de Nem, hát nem tudom, én hogy nem szó vagyok szerint annyira az. benne ebben. Soha az eredetit végén néztem egyszer, de ezt az újat még nem Igen, láttam. igen, igen. Hát most jön szinkronra, pont a szinkronokról beszéltünk, úgyhogy állítólag egész születek elért, azt mondta, hogy a filmszerész, de ezt mindig azért marketing miatt azért először óvatosan kell, vele kell hallgatni, és akkor ugye most sokan meghaltak sajnos Szakácsi Hát jó, úr is. az vitathatatlan, tehát Például. azért azt mindjárt hozzáteszem, hogy az vitathatatlan, hogy ha akarnak, akkor még ma is tudnak jó Persze, színűséget. hát itt most azért vártak elvileg 2-3 hónapot, szóval. Itt tulajdonképpen az igénytelenség a probléma, mert egyébként, hogyha akarnak, akkor még most is van jó Hát igen, régen a T2-n is valami 3 hetet dolgoztak, szóval Hát de látszik, hát azért 4 hetet. Minden tökéletesen klappol, rendkívül jó szövegek vannak benne. Igen, igen. Úgyhogy mindenkinek tényleg még egyszer ajánljuk, nézzétek, vagy BD-n, de leginkább moziba, ha még lehet. Moziba, akkor... moziba. Elsősorban moziba. A BD az nagyon jó Áradjatok. ajánlat. Jó, Nem jó. szívesen nézze a filmet, de egyébként igen. Tehát egyébként én is Igen. azt mondom, hogy moziba. Jó élményekkel távozzatok, azt tudjuk csak Abszolút, teljes ajánlani. mértékben. De nem csak ajánlani, hát hanem garantálni, aki megnézi, az Kora, úgy igen, szokta. tehát ez az, amire tényleg garanciát Egyszer. vállalsz. Igen. Nem olyan, hogy azt mondod, hogy lehet, hanem ez garancia. Igen. Ja, akkor úgy csúszunk, akkor nézzük tőle, meg akkor tőled is, akkor mindenkitől még egyszer, és a legközelebb is majd valamivel majd természetesen várunk titeket, ha lesz ilyen beszélgetés műsor, akkor majd úgy is szólok, meg hát a nézők is majd látni, hallani fogják. Úgyhogy akkor úgy csúszunk mindenkitől, sziasztok!